Sziasztok! Itt voltunk az október 23-ai tanártüntetésen. Megkérdeztük az emberek, illetve a fiatalok véleményét. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk, iratkozzatok föl, a csengőt nyomjátok meg, és osszátok meg a videót. Köszönjük! Fog változást hozni ez az egész megmozdulás? Vagy te mit vársz? Ez most már hányadik, harmadik vagy negyedik most így az őszi hónapokban? Nézd! Kijönnek sokan, egyre többen jönnek ki, legalábbis remélem, úgy látom. A kormány talán már valamilyen szinten kisebb lépésekben reagált a dolgokra, persze, hogy akkor szép lassan fizetésemelés és stb., de az egyértelműen nem elég, nem lesz elég a kommunikációhoz. Remélem, hogy hosszú távon lesz valami hatása, de egyelőre most újra és újra kijövünk, ameddig kell, és itt leszünk. Hogy a kormány változtasson az álláspontján, és fizesse ki a tanárainkat. Én igazából remélem, hogy a tanárokért kiállunk, aztán majd az egészségügyisek jönnek, és akkor én is jó helyen dolgozhatok. Orvosnak tanulsz tovább? Igen, igen. Mit vártok a mai tüntetéstől? Hogy megvegyék tőlem ezt a csodálatos, gyönyörű szép Air Force Head-et. Hogy haza tudjak menni, mert elköltöttem az összes pénzemet, hogy eladjam ezt a cipőt. Addig nem megyek haza, amíg nem adom el. Nem megyünk el. Ezen kívül valami mást? Hát a tanárok fizetését megemelhetnék. Igen, forradalom kéne, igen, pontosan. Mert szerinted az, hogy itt kutyákat sétálgattatnak, meg macskákat, szerinted az elérünk bármit? Semmit. Egy ilyen karhatalommal szemben, meg egy ilyen diktatúra ellen, szerinted ez a sétálgatással mit érünk el? Semmit nem érünk el. Az ember most már keljen föl, és csapjon már oda. Keljen már tényleg föl a székből. Látszik, hogy alszik a nép. Önök ennyire bírták vagyunk. Önök tanárok egyébként, ezt megkérdeztetem? Vagy? Nem. Két műszakban. Néhány, főleg kormánypárti forrásból is hallható, hogy ez a tüntetés nem nagyon függetleníthető el a politikától. Nem. Önnek mi erről a véleménye? Hát természetesen, hogyha politikai cél az, hogy az oktatás szabad legyen, és minőségi, és mindenki számára elérhető. Ez politikai cél is. Tehát társadalmi, politikai cél. Tehát akkor nem függetleníthető el, de ettől függetlenül ez nem probléma. Persze, hogy nem. Nem probléma. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Egyetlen tüntetés elfüggetleníthető a politikától. Tüntetés arról szól, hogy a rendszer rossz. A tüntetésről azt pont Hatházinak az egyik videójából hallottam. Ő hívta fel a figyelmet az embereknek. Én szoktam nézni néha a Hatházi Ákosnak a YouTube csatornáját, és mondjuk én onnan vettem. De hát, hogy is mondjam, szerintem azért van összemosódás, de most, hogy itt vagyok így a tüntetésem, ez annyira nem érződik, hogy a politika dominálna, tényleg a tanárok melletti szolidaritásról szól. Maga a tüntetés, amióta itt vagyok, egyébként ezt érzem. Szerintem most teljes mértékben szétválasztható, pártzászlók sincsenek, politikus se szólal fel, tehát hogy most mitől lenne ez politikai? Sajnos az a baj, már annyira egybefonódott, hogy nem lehet elkülöníteni. Egyszerűen... Itt már a politika olyan befolyással van az egészre, hogy összefonódott a kettő. Van politikai vonatkozása, de nem kell kiélezni pártpolitikai eseményé szerintem, mert az megtizedelni a tömeget. Lenne olyan hatalmat, de mi az az egy dolog, amit most megváltoztatnál a jelenlegi rendszeren, akár oktatás, akár más? Varázserőm is lenne? Hát nem tudom, ahogy szeretnéd. Én csak azt szeretném, hogyha... Húha, mert ez így nagyon nehéz, hogy egy valamit kéne választani, akkor azt mondanám, hogy kitörölném a seggfejséget az emberiségből. Hogy az oktatási anyagokat azt szabadon választhassák meg a tanárok és a diákok akár közösen is. Nyilván a fizetések azok nevetségesek. Egyáltalán az, hogy én úgy gondolom, hogy a diákokat is jobban be kellene vonni a jogalkotásba ezt illetően. Elsősorban a tanárok problémáival kellene foglalkozni, a képzésük minőségével, illetve a motivációjukkal, a fizetésükkel. Decentralizálnám az oktatást, tehát látjuk, hogy most az egyházi intézmények jóval több pénzhez jutnak, jóval jobb anyagi helyzetből indulnak, és esetleg egy önkormányzati szintre levinni ezt az egészet, akkor lehet, hogy valaki rosszabbul járna, de... Így a többség szerintem jobban, meg legalább azt csinálnák a tanárok, amit szeretnek, és úgy, ahogy szeretnék. Mindenféleképpen szerintem változtatni kéne az oktatásnak az összetételén. Nagyon sokat dolgoznak a tanáraink, nagyon kevés fizetésért, ezen mindenképpen változtatni kéne szerintem. Valamint tényleg az utóbbi időben azt vettük észre, hogy a tanított tárgy is elkezdett egy olyan irányba menni, ami szerintem nem a legmegfelelőbb az oktatás.
szempontjából. A tankönyvek minőségén is kéne változtatni, mert azok nagyon borzalmasak jelenleg. És hogy láttatok így ismerősök baráti körbe, hogy gondolkodott bárki pedagógus-tanári szakmán egyáltalán? Senki. Akiről tudtam, az etett róla, mert vagy nem keresett volna vele eleget, vagy szimplán elment tőle a kedve. Én ismerek egyet, az itt volt az előző két tüntetésen is, és változtatni szeretne, mert szeretne oktatni, de nem kap fizetést, nem kapja. Talán egy volt gimistársam, ment tanárnak, de hát kicsit szégyen, hogy ilyen kevesen, pedig szerintem jó cucc lenne. Nálatok? Nekem egy osztálytársam volt, sőt, talán az egész évfolyamról ő volt az egyetlen. Azt így tudom, hogy többen is elgondolkoztak rajta, de hát egyértelmű okok miatt nem választották végül ezt a pályát. Kíváncsi vagyok, hogy te ismersz, vagy van olyan ismerősöd, vagy ismersz valakit, aki tanári, pedagógusi karrieren gondolkozik most a jelenlegi helyzetben? Nincs. Egy se. Kérdés a tovább Tamással kapcsolatos, ha más esetleg van tervetek, külföldön vagy belföldön tervezitek? Határozottan külföldön. Külföldön, biztos, hogy külföldön. Itthon maradnék. Mindenféleképpen itthon. Itt van. Mindenképpen, hogyha tudunk, akkor itthon maradunk. Az itthoni rendszer az borzasztó. Külföldön szeretnék tovább tanulni, de szeretném, hogyha a gyerekeim ebbe az oktatási rendszerben nőhetnének fel. Önök szerint miért van az, hogy Orbán Viktor nem Budapesten tartott most beszédet? A mai forradalom megemlékező. Ugyan miért menekült el a tömeg elől? Hát gondolom, nem akart beégni. Hova állt volna ki? Hát elfoglaltuk a várost. Ezt nem akarta volna látni. Hát Jeszenszky Zsolt szerint oda több embert tudtak kisábítani, mint ide. Megnézzük majd, hogy összejött a miniszterelnök úrnak. Egyébként pedig nyugodt ide lehet jönni, aztán beszélgetni velünk. Az MTV szerint úgyis csak 300 fő lesz, itt ott meg 3 millió. Köszi. Esetleg még valami üzenet nézőknek, bármi ismerősöknek? Álljatok ki magatokért és másokért is, mert csak együtt nyerhetünk. Ez 2018-ban készült el, és hát azóta velünk van, és sajnos aktuális, még mindig. Nyilván, hogyha most így nagyon belemennénk, akkor ugye látszik, hogy Orbi, az illiberális gőzmozdony jelenleg éppen elhagyja a Demokrácia nevű települést, ahol ugye ez hát nem kell nagyon metaforikusan nézni ahhoz, hogy érthessük, hogy ez így valami fajta közéleti utalás arra történetesen, hogy hát ez az ember, ez nem jó. Még esetleg, hogyha a 10.000 forintosra, amire már ragaszthatunál, igen, már látom. Ezt egy tüntetésen kaptuk a Magyar Kétfarkú Kutyapárt képviselőitől, mert azt mondták, hogy annyira jó a transzparensünk, hogy ez megér egy soros pénzt, úgyhogy akkor kaptunk ezért soros pénzt, de hogy igazából ennyi. Ez volt az utca embere. Köszönjük figyelmét. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára.